segítségednek, én Uram, énekelni. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus Krisztus szeretetével. A Magyar Pünkösd Egyház Országos Cigány Misszió Zákány Széki gyülekezetéből. Köszöntsük a Dik TV nézőit. Gyertek, álljunk fel, és adjunk hálát Istennek. Én tudom és hiszem, hogy van, amiért hálát adjunk. Isten jó, és ma is itt van köztünk. Ez a legfontosabb, hogy ezt elhittük. Hogy elhiggyük, hogy ő itt van. És ha ezt elhiszed, hogy ő itt van, akkor mi mindannyian úgy fogunk hozzáállni ez az alkalomhoz, úgy fogunk gondolkodni, úgy fogunk cselekedni, hogy megtiszteljük Istent. Amen. Igéjét a Lukács evangéliumából fogom olvasni a 12. részből. Nagyon ismert ige, a 15. verstől a 21-esig fogom olvasni. Így szól Istennek az igéje. Mondd azért nékik, meglássátok, hogy el ne távoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete. És ő mondta nékik, egy példázatot szólván. Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje, azért magában okoskodik mondván, mit cselekedjem, mert nincs hová takarnom az én termelésemet. És mondta, ezt cselekszem, az én csűrjeimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonámot és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek. Én lelkem, sok javaid van, sok esztendőre eltéve, tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél. Mondd pedig néki az Isten, bolond, az éjjel elkérik a te lelkedet, te tőled, amiket pedig készítettél, kiéi lesznek. Halleluja. Mondd pedig néki az Isten, még egyszer mondom, te bolond, az éjjel elkérik a te lelkedet tőled, amiket pedig készítettél, kiéi lesznek.
Erre most nagyon figyeljetek a 21. versre. Így van dolga annak, aki kincset akar magának, és nem az Istenben gazdag. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak. Az ige, ami a szívemben van, ez igazából arról fog szólni ma, hogy miben lát ma a világ kincset, és miben lát Isten kincset. Hogyan értékelem én magamat? Hogyan mérem én magamat? Mikor vagyok gazdag, és mikor vagyok szegény? Isten nem a földi gazdagság szerint örül nekünk, hanem amikor mennyei gazdagságot örökölünk. Amikor a mennyei kincsek szaporodnak az életünkbe. Ismerjük magunkat, igaz? Ma a világ, amikor valami érdekes történik, akkor elővesszük a telefonunkat, és elkezdünk fotózni. Isten nem fotózta ezt az embert, ezt a gazdag embert, és nem is mondta neki, hogy de ügyes vagy. Hanem hogy szólította meg Isten? Azt mondta, te bolond. Miért? Azért, mert gazdag volt? Nem. Azért, mert az ő gazdagsága volt az ő mindene, és ő még jobban gazdagodni szeretett volna. És nem az Isten szerint gondolkodott. Olyan sokan vagyunk ma, akik egyszerűen nem vagyunk megelégedve azzal, amit az Isten adott nekünk. Még több kell. Pedig mindenünk van, és én tudjátok, amikor ezt a történetet úgy emésztettem magamba, és az Úr úgy szólt a szívemhez, akkor azt mondtam magamba, hogy vajon kinek a rosszabb? Annak, akinek nincs, vagy akinek sok van? Hát én arra a döntésre jutottam, hogy akinek nincs, annak is nehéz, de figyeljetek, az egyszerű ember azt mondja, hogy Uram, szükségem van egy kenyér, és az Úr ki fogja rendelni. Hiszitek ezt, hogy az Úr mindig kirendeli? Mindent, amire szükségünk van. De akinek, azt mondja az ige, akinek sok van, az elgondolkodik azon, hogy hogyan lehetne még többet szerezni. És olyan szépen mondja az ige, mi van, hogyha az éjszaka elkérik a te lelkedet? Mi lesz azzal, amit elkészítettél? Mi lesz azzal a mindennel, amit van? Még egyszer elmondom, nem az a baj, hogy van. Legyen. Az Úr szereti, hogyha bővölködik az ő népe. Szereti. De lehet, hogy pont azért van nekem sok, hogy a mellettem élők is kényelmesen éljenek. És nem azért van nekem olyan sok, hogy még csűröket építsek, hanem hogy építsek másnak a csűrjét is. Hogy másnak is legyen. Amen. Amen. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak. Az emberek a földi gazdagság szerint értékelnek. Isten csak a menny. Menj gazdagsága szerint értékel bennünket. Amikor már az emberek nem fotóznak, mert nem lássák benne az értéket, akkor Isten előveszi az őt fényképezőgépét, és ő fog fotózni. Tudod mire? Amikor te a mennyei kincseket keresed. Mondok egy történetet, egy példát. Amikor a farizeusok mentek a gyülekezetbe, akkor mindig felváltottak egy csomó nagyobb pénz, kisebb pénz, hogy csörögjön, jó soknak tűnjön, és öntötték kifelé, és hallották az emberek, hogy milyen sok pénzt tesznek oda az ő fölöslegeikből. Ilyenkor tudjátok, mindenki előveszi a fotót, és akkor fotóz. Ebben a történetben volt egy asszonyka, aki özvegy volt, akinek csak 2 fillérje volt. És azt adta oda az Istennek, itt már senki nem fotózott, de Isten igen. Mert azt mondja a Biblia, hogy Jézus látta, hogy ez az asszony a mindenét oda tette. Mert neki ez volt a mindene. Amikor gazdagságot építünk a mennyben, amikor gazdagságot építünk szellemileg, lelkileg, hogy az életünkben az Isten nő nagyjá. Amikor tudom, hogy az értékeim azért vannak, hogy értéket lássak másban is. Másokban is. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak. Nagyon sokszor az az ember, akinek nagyon sok van, azt mondja a Biblia, hogy ha nem jól sáfárkodik vele, akkor ez az ember szegény. Egy gazdag szegény ember. Aki gazdag a világ szerint,
de Istenben szegény. Tehát ebből azt érthessük meg, hogy Istent nem nyűgözi le a földi gazdagság. Övé a minden. Minden az övé, minden az isteni. Szeretnék kettő mennyei gazdagságról beszélni, amit érdemes nagyon megfontolni. Az egyik a hit gazdagsága. És hogy ne én beszéljek, nézzük meg az Isten igéjében a Jakab levelének a második rész, 5. versében. Az van megírva itt a Bibliában, halljátok meg, szeretett atyám fiai, avagy nem az Isten választott-e ki a világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik. Mi a legnagyobb gazdagság? A hit. Jakabnál van még egy ige, most azt már nem keresem ki, ami azon megírva, hogy sokkal drágább a hit az aranynál. A világ ma aranyba mérheti az ő gazdagságát. Hogy hány kiló van. Isten nem így mér. Isten úgy méri, hogy hány gram hited van. Keresztények, vajon gondolkodunk-e azon, hogy minden nap mit tehetek azért, hogy még nagyobb hitem legyen? Mert ha hitem van, akkor mindenem van. Hogyha neked van hited, akkor a menny tud rólad. A hit csak azokban növekedik, akik folyamatosan keresik. Mondhatnám azt is, hogy akik folyamatosan megszentelődnek. Ma nem igyekeznek az emberek a megszentelődésre. Ma a kegyelembe bízunk, hogy majd valahogy a kegyelem majd bennünket eligazít. Lehet, hogy arra gondolunk most, hogy most mi hogyan lehetünk szentek. Hogy lehetek én egy ember szent? Amikor befogadom Istent az életembe, akkor én minden nap azon dolgozom, hogy ez a része az életemnek erősödjön. Hogy elhagyom a csúnya beszédet. Nem fogok átkozódni. Ez a megszentelődésnek a második lépése. Amen. Ha ezeken nem erőlködöm és igyekszem, ezek ott maradnak az életembe. Ez azt jelenti, hogy leültem egy kis padra, és ott várakozok, hogy valami majd egyszer történik. A hit nem fog bennem növekedni, amikor ragaszkodom ahhoz, hogy Isten, bár nehéz volt az életem, sok mindenem mentem keresztül, talán sokszor földre vágott az élet, de van hitem, hogy az Isten tud rólam. És az Isten előkészítette az áldásokat számomra. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak. Nézzük meg Mózest. A történetet mindannyian ismeritek, amikor kihozza Izrael népét Egyiptomból, és ott állnak a tenger előtt. Hátulról meg jön az ellenség, hogy leigázza őket, hogy legyőzze őket. Mi történik itt? Csak arra szeretnék rámutatni, hogy van egy ember, aki hisz. És hogy mit jelent hinni, az azt jelenti itt Mózesnek az életébe, hogy ahogy látta a tengert, azt mondja az Isten igéje, hogy ez a tenger ketté válott a Mózes, hogy felemelte az ő kezét és az ő botját. És ott a nép azért mehetett át szárazon, mert hitt Mózes az Istenben. Ma az Isten azt helyezte a szívemre, hogy gyertek és térjünk meg, és keressük a hitet, hogy átmenjünk a tengeren, hogy átmenj a nehézségeken, mert Istennek van rá hatalma. Nagyon sokszor meghátrálunk. Nagyon sokszor azt mondjuk, hogy feladom, mert nem működik. Ez mind a hitetlenségnek a beszéde. Ahhoz, hogy higgyek, és ahhoz, hogy a nehéz helyzetben a megoldást lássam, ahhoz nekem a jó időbe, amikor minden jól működik, akkor kell hitet gyűjtenem. Akkor kell nekem a csűrjeimet kiterjeszteni a hitre, a menny gazdagságaira. Nagyon fontos, hogy a hit az meg is szabadít. Nem tudom, hogy vagyunk-e most így, hogy vagy úgy itt, hogy valaminek a fogja vagy. Valami van, amitől, amit nem tudsz elengedni.
valami van, amitől Isten meg kell, hogy téged szabadítson. Akkor most fogunk kérni hitet. Amen. Megszentelődünk. Ígéretet teszünk Istennek, hogy Uram, szentelj meg a te igazságoddal. És adj hitet, hogy tudjak megszabadulni, tudjak szabad lenni, hogy szabadon tudjak hinni benned, hogy szabadon tudjak benned gyönyörködni. Ne fogolyként éljem az életemet, ne hitetlenként éljem le az életemet. Tudod, hogy miért kell nekünk hit? Nagyon sokszor csak azt gondoljuk, hogy akkor van rá szükségünk, ha meg kell nekünk gyógyulni. A hit, drága testvérei, azért kell, hogy kiegyensúlyozott életed legyen a Krisztussal. A másik gazdagság, ami nagyon fontos az emberiség számára, a keresztények, a hívők számára, az pedig a bölcsesség. A legnagyobb gazdagság az ismeret. Amikor az Isten titkainak a megismerésére eljut az ember. Ezen lehet, hogy nem is gondolkodtunk még. Hogyan tudnám ezt a gazdagságot birtokolni, ha eszembe se jutott? Pedig Isten titkokat akar kifejteni nekünk. És ez a legnagyobb gazdagság. Ez a legnagyobb gazdagság az Istennek. Hogyan szerezhetünk ilyen kincset? Amikor az ember keresi Istent, akkor a Bibliát olvassa. Keresem az Urat az imáimban. Erről szól az én imám, hogy Uram, akarok hinni benned. És akarlak megismerni téged jobban, közelebbről. Mert ha megszerzem ezt az ismeretet, ezt a drága kincset, akkor minden lehetséges neked. Amikor nehézség fog jönni, akkor te tudod, mert kaptál Istentől bölcsességet, mert igyekeztél, mert kérted, mert kerested, és lesz bölcsességet, hogy hogyan kell kijönni belőle. A kis szamár történetét hallottátok, hogy hogyan győzte el a problémát. Beleesett a kútba. És úgy döntöttek, hogy már nem fogják kivenni, mert nem tudják. Úgy is van egy csomó szemét az udvaron, aztán mind rá fogjuk dobni, és majd alatta megfullad. Igen, ám csak a szamárnak volt bölcsessége. Tudjátok, mit csinál? Ahogy dobták a szemetet, ő mindig rálépett a szemétre. Mindig rálépett a szemétre, és ezt addig dobták, ameddig a szamárka kilépett a kútból, olyan feljutott. Uram, segíts meg bennünket, hogy rá tudjunk lépni a problémákra, hogy legyen ez értelme a hívő embernek. Ne a probléma győzzön le bennünket, ne a szemét győzzön le téged, hanem te győzd le a problémát, a szemetet. Te lép fölé! De ahhoz, hogy fölé lépjünk, testvérek, és ahhoz, hogy győztesen gyere ki a dolgokból, a problémákból, ahhoz szükség az értelem. Szükség, hogy megérsz, hogy hogyan. Ha van hited, ha van értelmed, bölcsességed az Istentől, akkor semmi nem állhat meg előtted. Akkor az Isten ad hozzá földi gazdagságot is, mert azt nem tagadta meg az övéitől. Tudod jól irányítani, és nem leszel, ahogy az első versben olvastam, a 15. versben, nem leszel mohó, nem leszel elégtelen. Mert van bölcsességünk az Istentől, hogy mikor elég. Melyik a leggazdagabb ember a világon? Tudod ki? Aki azt mondja, hogy nekem elég az, ami van. Nem az a gazdag, akinek nagyon sok milliója van, és még mindig azon küzd, hogy mekkora csűröket kéne építeni, hogy még többet szerezzek. Az szegény ember. De aki azt mondja, hogy nekem elég. Uram, nekem elég mindaz, amim van. És főleg az, hogy te bennem élsz. Főleg az elég, Uram, hogy az én családom téged követ. Elég, Uram. Ha van minden nap kenyér a házban, és mindenet ki tudok fizetni, és még marad 100 forintom, nekem az elég, Uram. Ha mindig mindent ki tudok fizetni, és 100 forintom marad, az gazdagság. Amen. És bölcsesség az Istentől. Gyertek és álljunk fel.
Úr Jézus, azért imádkozunk most, hogy adj nekünk vágyat a szívünkben, Uram, hogy megszentelődjünk. Hagyjunk el, dobjunk ki a szívünkből minden olyan dolgot, ami már nem dicsőít meg téged, Uram. Megszentelődése van szüksége a te népednek, Uram. Add, Uram, hogy ezen gondolkodjuk és mérjük meg a szívünket. Hogy van-e ilyen vágy bennem, Uram, hogy meg akarok szentelődni. Nem akarom a szememet bemocskolni, Uram. Azt akarom, hogy a szemem szent legyen. Azt akarom, Uram, hogy a szám ne mocskoljon be téged, hanem a szám szent legyen. Amikor szólok, az áldás legyen. Amikor szólok, Uram, az békességet teremtsen. Szenteld meg a számat, Uram. Szenteld meg a te népednek az értelmét, Uram. Szentelj meg bennünket, Úr Jézus, a te igazságoddal. Szentelj meg bennünket, Jézus. És tölts hitet ma. Add, Uram, hogy keressük a hitet. Többet és többet akarjunk a hitből, Uram.